Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. április 15. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. Itt a videó elején szokás szerint hátszaradunk néhány színes információn az elmúlt egy-két napból. Ez nagyon fontos, illetve hát majd meglátjuk, hogy mennyire fontos ma reggeli hír, hogy Honkokban jóvá hagytak Spot Bitcoin és Spot Ethereum ETF beadványokat. A részletek a következő napokban fognak majd kiderülni. Érdekes lesz figyelni, hogy cash creation vagy in creation típusú ETF-eket hoztak létre. Ugye az Egyesült Államokban cash creation alapon működnek ezek az ETF-ek, ami azt jelenti, hogy közvetlenül fizikai bitcoint nem lehet ezekbe bevinni ETF jegyért cserébe, hanem először a bitcoint le kell váltani készpénzre, azzal el kell menni egy JP Morgan vagy társa, ilyen úgynevezett AP szervezethez, letétbe kell helyezni a készpénzt, azért ők a piacon bitcoint vásárolnak, és így képzik meg az ETF jegyet. Kíváncsi vagyok, hogy ehhez képest a hongkongi ETF-ek azok engedélyezik-e közvetlenül a természetben úgynevezett in-kind creation, ez a következő napokban minden bizonyal ki fog derülni. Én azt gondolom, hogy mind a bitcoinnak, mind az ethereumnak ezek jó hírek, hiszen azzal, hogy Ázsiában is, Hongkong azért Ázsiának egy elég irányadó piaca, ilyen spot ETF termékek elindulnak, ez növelni tudja a kapitalizációt, és könnyebbé tenni a hozzáférést a ottani intézményi befektetők számára. Ezt tegnap raktam ki az internetre, hétvégén egy picit sötét hangulatban voltak a kriptopiacon a szereplők. Bitcoin depresses És ilyenkor én elő szoktam venni ezt a havi logaritmikus grafikon, szeretném nektek megmutatni a mostani összeomlást, az ott a mostani Bitcoin medvepiacunk és összeomlásunk. Én szerintem érdemes a megfelelő perspektívában figyelni az eseményeket és szemlézni az eseményeket. Itt vagyunk a most hétvégi vérzivataros időkben. Ezt a kis gyakorlatilag mikroszkóppal sem beazonosítható mozgást láttátok a Bitcoin piacán. Hétfő van, hétfőn pedig átszoktunk szaladni az opciós piacnak a volatilitási adatain, ami a hétre némi iránymutatóul szolgálhat. Itt van az egyéves irányadó volatilitás az opciós piacon, és lehet látni, hogy azért bőven-bőven a felső részében van a volatilitás az egész éves mozgásnak. Erre utalnak a IVR és IVP indikátorok is. Jelenleg az éves volatilitási zónának a 75%-ánál jár a bitcoin piacán benne foglalt volatilitás, és 89,9 az IVP, ami azt jelenti, hogy a bitcoin piacán a volatilitás az az elmúlt egy év során az idő 90%-ában alacsonyabb volt, mint a mostani, tehát alapvetően egy magas volatilitású piacon vagyunk, ami azt jelenti, hogy ezen a piacon inkább a kiírók vannak előnyben, nem az opcióvásárlók, hiszen a magas volatilitású piacokon magas vegaérték van beárazva az opciós szerződésekbe, ami azt jelenti, hogy drágábbak a szerződések. Hogyha megnézzük e hét péntekre, Bitcoin piacán az irányadó volatilitási zónát, ugye én azt a zónát szoktam számolni, amit nagyjából 70%-os valószínűséggel áraz nekünk az opciós piac, akkor azt látjuk, hogy megint erre a hétre is egy jó széles zónát kapunk, a 16-os deltát 61 ezer oldalon találjuk, a put szerződéseknél, és 73 ezer dollárnál a call oldalon, tehát erre a hétre egy, 70%-os valószínűséggel a 61 ,000 és 73 ,000 dollár közötti jó széles volatilitási zónát árazza nekünk a bitcoinnak a piaca. Ez egyébként szinte dollárra pontosan megegyezik azzal a mostani swing oldalazó csatornával, amit nagyjából egy hónapra rajzoltam fel a bitcoin grafikonokra, és szoktam nektek hétről hétre mutatni. Ide is elmegyünk, ezt is megnézzük most. Itt is vagyunk, erről a csatornáról beszélek, ugye, hogyha még emlékeztek rá, akkor, akkor rajzoltam én meg ezt a csatornát, amikor ez, ez és ez a 7 hetes értékzóna megképződött a bitcoinnak a grafikonján, tudni hogy ezek olyan szép arányos elrendezésben voltak egymáshoz képest, hogy arra utalt nekem, hogy itt valószínűleg el fog indulni egy oldalazó konszolidáció, aminek ezek a szintek fogják meghatározni a széleit és a mediányát, és hát azt lehet látni, hogy nagyon szépen adja azóta is az elmúlt hónapban ezt az oszcilláló mozgást a bitcoinnak a piaca, és a hétvégi kataklizmában is annyi történt, hogy ennek a csatornának az alsó szélét tesztelte vissza a bitcoinnak az árfolyama, most pedig úton van a medián felé. Csodálatosak ezek az oldalazó csatornák a swing traderek számára. Itt igazából, aki ilyen oldalazó csatornát kereskedik, annak semmi más dolga nincsen, mint a széleit nyitja és a közepét zárja, és ez gyakorlatilag egy hónapja tart ez a folyamat, rommát tudták Keddig eddig skalpolni magukat a swing traderek ezen a jó kis oldalazó konszolidációs bitcoin piacon. És ha megnézitek, tulajdonképpen a előbb az opciós piacon bemutatott 70%-os volatilitási zóna az tökéletesen megegyezik ezzel az oldalazó sávval, úgyhogy az opciós piac az nagyszerű szinkronban van most azzal a kis csatornával, amit én ide egy hónapja felrajzoltam a bitcoin grafikonjára. Konszenzió, trend szerkezet, kezdjük a hetes csártal. Ugye, aki követitek a videóimat, tudjátok, hogy hetes, háromnapos és egynapos idősávokon követem figyelemmel a bitcoinnak a mozgását, és mind a három idősávon három lehetséges pozíciós hitettséget adok meg, illetve azt az indikációt, amelyet a konszenzió mozgó átlagok számunkra adnak, hetes idősávon jelenleg 3 per 3 az indikáció, ugyanakkor azt látjuk, hogy a long 3 az ezen a héten veszélybe került, hiszen a két rövid mozgó átlag között elkezdődött egy medvés keresztezés, amit ez a hét fog konfirmálni, abban az esetben, hogyha ezen a héten 68 ezer dollár alatt mozog stabilan a bitcoinnak az árfolyama, akkor meg lesz ez a medvés keresztezés, és akkor a hetes csárton vissza kell térnünk a kettő a háromból kitettségre, utoljára ilyen itt történt ebben a katasztrófa pillanatban, amikor kijött a iBit LTF, itt indult el a Blackrocknak az ltf ami az utolsó szeldő News esemény volt a piacon, ahol még erre emlékeztek, akkora nagy medvepiac lett ebből a medvés eseményből, hogy itt volt egy kis korrekció, aztán ment tovább szépen a Bitcoin fölfelé, most azt látjuk, hogy ismét még bőven longos területen, de a két rövid mozgóátlag készül nekünk egy ilyen medvés keresztezést adni, 7 második felében, illetve vége felé, erről majd már többet lehet tudni és mondani. Három napos bitcoin grafikon itt azt látjuk, hogy a két rövid mozgó átlag az össze van egymásba gubancolódva, és egy ilyen oldalazó mozgást folytatna. Itt most ebben a háromnapos gyertyában úgy látszik, hogy itt is egy long 2 szerkezetbe akar minket átdobni a piac. Most indult a gyertya, úgyhogy ebből még bőven van hátra majdnem teljesen három nap. Itt is ez a 68.000-69.000 dolláros szint a választó vonal, amennyiben a gyertya zárása nem tud e fölé visszakeveredni a bitcoinnak az árfolyama, akkor ezt a 3 per 3 kitettséget itt a háromnapos idősávon lehet, hogy majd 2 per 3-ra kell módosítani. A hét közepe táján ebben a tekintetben többet fogunk tudni. Eresít rendel lefelé bent van az exponenciális mozgóátlagai alatt, és kijött ebből a nagyon bikás 66 fölötti zónából, és a csárpák momentum oszcillátor is medvés területen van lefelé rendel, úgyhogy valószínűsége azért van annak, hogy vissza kell majd térnünk háromnapos idősávon is a 2 per 3-as kitettségbe. Egynapos idősáv itt a helyzet eléggé egyértelmű, itt jelenleg nem ad most pozíciót a konszenzió kereskedési rendszer. Itt volt még longos területen egy medvés keresztezés a két rövid mozgó átlag között, ez volt az indikáció, a 2 per 3-ba való csökkentésre, itt pedig már a rövid mozgó bement a hosszú mozgó alá, ami a konszenzió dinamikus pozíció allokációs rendszer szabályai szerint kockázatcsökkentést, csökkentést, pozíció indokol, a mai nappal pedig már itt egy short 3-as rendszerkezetet látunk kialakulni ezen a piacon, úgyhogy a napos idősávon egyelőre pozíciónak a fenntartására a konszenzió pozícióallokációs rendszer nem ad igazából indikációt. Eresít, azt látjuk, hogy trendel lefelé bent van a mozgó átlagai alatt csárpák, Momentum oszcillátor is lefele trendel. Az egyetlen, ami pozitívum most jelenleg ezen a csárton, az az, hogy visszatért a Binance és a Coinbase piacok között a diszkont, tehát jelenleg a Binance tőkeáttételes kereskedők, nyomják lefelé az árfolyamot, ha itt látjátok egymás mellett, lehet látni, hogy folyamatosan egy ilyen 80-100 dollár diszkont van a Binance Futures piac, és a Coinbase spot piac között, ami azt jelenti, hogy a tőkeáttételes kereskedők inkább eladásban, inkább sorban vannak, és akik követitek a videóimat, pontosan tudjátok, hogy én azokat az időszakokat szeretem, amikor ezek a tőkeáttételes kereskedők sorban vannak. Itt láttok egy ilyen időszakot, ezt ez a szép felfelé mozgást tudtak kísérni, itt láttok egy ilyen időszakot, akkor is ezt a szép felfelé mozgást kaptuk meg, és amióta itt ebben a hosszú-hosszú időszakban longban van a Binance, tőkeáttételes közössége, azóta konszolidálódik és oldalazik az árfolyam. Most egy szép nagy sortos impulzust kaptunk, ha itt ki tud épülni a Binance tőkeáttételes piacon egy jó masszív sort állomány, az adhat egy szuper likviditást arra, hogy onnan az árfolyam felfelé el tudjon majd startolni. Ez a spekuláció, de hát jelenleg nem itt járunk, a konszenziós kitettségeket elmondtam, én jelenleg ahhoz tartom magamat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit ma reggel a bitcoin piacokról, remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis reggeli napindító videókat, amennyiben így van, akkor holnap reggel találkozzunk ismét, én biztos, hogy itt leszek, addig pedig szép napot és jó kereskedést nektek, sziasztok!